Most következik majd a Győr haladás mérkőzés összefoglalója. Babics és Gyorgyevics bekerült a védelembe, középről viszont kimaradt az előző fordulóban öngólt szerző Ganugrava, szerephez jutott viszont az egyre jobb formában játszó Dudás Ádám, Ráti Alexidze klasszikus értelemben vett egy szál ég továbbra is Sertői Aurél csapatában. Nézzük a másik oldalt, a vidit verő csapathoz képest nem volt igazából nagy változás, kimaradt az eltiltott nagy egy Gábor, visszakerült viszont a kezdőbe a legutóbb sérülése miatt csak csereként játszó Kenesei. Az edzők egyébként a meccs előtt kiemelték, hogy az Ászoktól, tehát Alexidzétől és Keneseitől várják a sorsdöntő megmozdulásokat. Látjuk nem sokára, hogy nem is véletlenül. Indítás, Dudás elpöcköli a labdát mellé. Nem volt lesen. Koltai remekül fordul meg Simon mellett. Nem volt les, Alexidze, nagyon éles a szög. De belövi! 1-0 az 55. percben. A kulcs, ahogy Koltai lefordul, remek ütemben adja a labdát, és Alexidze elvállalja éles szögből, hiszen nem volt társ, és mivel nem jön időben a döntés, hogy lábbal vagy kézzel védjen Rózsa, megvan a 6. gólja a bajnokságban. Itt látjuk majd, hogy hol fért el ez a labda. Hát bizony, a lábkéz között nincs további testrész. Fiatal a Beto szurkolók. Egy lövés, beleír Alexidze, gól ez is! Nem volt lesen, 2-0. A 7. gólja is megvan a bajnokságban. Nézzük, itt a lövés, szó nincsen lesről természetesen. Nagyon későn lépett ki az utolsó védő. És most Rózsa tehetetlen. Már ment a lövés felé, mikor közbeszúrt egy láb. És ez így tulajdonképpen Dudás gólpassza, és Alexidze duplája. Mindjárt szabadrúgása, Rózsa. Majdnem eltalálta a hosszú felső Dinnyár, egészen messziről. Dinnyár eljut a labda a címzethez, és most 2-2-ben, mint az edzésen. Megvan az elmozgás, Alexidze ugyanonnan, de nem ugyanoda. Molnár, Sluka. Írhás, Kenesei, elviszi lövésre, ó, micsoda gól! 2-1! Hát ez valami szédületes volt, a 10. gólja a bajnokságban Keneseinek. Stanisiccsal szemben megvan az a finom csel, alábök egy picit a labdának, és ahogy jön, át a hosszú felsőbe. Mindez a másik oldalról még látványosabb, ha lehet. Molnár. Simon nyúl alá. Tóth Péternek ez jónak tűnik. Tóth gól! A 91. percben 2-2. Tóth Péter a hosszabbításban szerzett fejes gólok zsenie. Mert ezzel verték meg a Kecskemétet nemrégiben. Egy Kenesei szabadrugás után, és most a fölívelést megint ő fejeli be a 91-ben. És hihetetlen, milyen jó szezonja van Tóth Péternek, mert ez már a 6. gólja a bajnokságban. Itt a fölívelés, les határól indul. Már látszott, hogy ez az ő fejére tökéletes lesz, de az nem, hogy ilyen remek fejest küld a hosszúba. Babics igazából nem is foglalkozik sem Tóth Péterrel, sem a labdával. Mint ott se lenne. Mit nézett ott a földön? Volt egy 5-10 perces olyan rövid zárlat, amit egyszerűen érthetetlen. Tehát kezdőmozgó éket nem vettünk föl, a kapusunk nem nagyon találkozott a labdával, tehát voltak problémáink, viszont utána azt mondom, hogy bele tudtunk nyúlni úgy a mérkőzésbe, támadó szellemű játékosokat hoztunk a pályára, és sikerült, tehát ez a játékosoknak köszönhető, hiszen ezt kértem tőlük a mérkőzés előtt, hogy lehet itt bármi az eredmény, nem lehet, szeretnénk nyerni, szeretnénk pontokat szerezni, de az, hogy az a Kispest mérkőzés még egyszer ne jön elő, hát nem jött elő, hiszen az utolsó pillanatig küzdöttek.
És ilyenkor jön az az Andersen meséje, hogy mi van, ha van még 5 perc, hiszen már olyan eufóriában játszottak, de örülök az eredménynek, és örülök azt, hogy talpra tudtunk állni. Úgy érzem, azért egy akcióból a 92. percben 2-11-est nem ítéltek meg ellenünk, de hát nem ezért lett X, hanem mondom azért, hogy figyelmetlenek voltunk, és valóban mi is úgy gondoltuk, hogy ez már megvan ez a mérkőzés. Itt látható a hazai csapat támadása, hamarosan jön majd a beadás. És megnézhetjük. Két a gyomrát fogta, az tiszta lerántás. Nem is kell értékelni, hát így fog áttöleli. Hát nem kell ezt értékelni, sőt még az is, és még ők rúgtak abból. Hát egy támadásból benne van 2-11, de tisztán átkarolta a derekát, hát övé lett van a labda.